Sziasztok! Minden, ami külföld. A mai nap folyamán ugye a Nem vagyunk huntalanok Facebook oldalának az egyik alapítója, ugye Werner József lesz a vendégem, Kisterenyei Anna és ugye Hídvégi Ivett, Nem vagyunk huntalanoknak az adminjai. A mai nap folyamán ugye igazán azt gondoljuk, hogy össze kéne foglalni, hogy ismételtem milyen összefogásba kezdett ugye a Nem vagyunk huntalanok. Szerintem senkinek nem lesz meglepetés, elég sok információ van, de szerettük volna, hogyha egy videó keretében akkor elmondjuk, hogy akkor milyen kezdeményezések folynak. Sziasztok! Viszont még mielőtt belekezdenénk abba, hogy az összefogás, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen irányba indultok, ugye az ukrán-orosz háború miatt. Szeretném, hogyha Anna egy pár mondatba bemutatkoznál, mert téged szerintem még annyira sokan nem ismernek. Szervusztok, tehát én Kisterenyei Anna vagyok, és tavaly július óta erősítem a Nem vagyok huntalanok csapatát. Mit lehet tudni rólam? Én igazából mindig is próbáltam COVID meg minden ideje alatt keresni a módot, az útját, a módját, hogy hogyan lehetne embereknek segíteni. Ezért, amikor József tavaly felhívott és mesélt a huntalanokról, én nagyon-nagyon örültem ennek a megkeresésnek. Természetesen egyből igent mondtam, és azóta én egy ilyen, hát olyan általános mindenhez egy picit próbálok segíteni szerepet töltök be, tehát kifejezetten ilyen szakirányom, mint mondjuk Ivetnél a Universal Credit nincsen, de próbálok mindenben is részt venni, kivenni a részemet, és segíteni, ahol lehet. Én azt látom, hogy elég aktív csapattag vagy, tehát, hogy eléggé kiveszed a részedet, és szerintem ezt mindenki nevében meg is köszönhetem, hogy erősíted így a csapatot, hiszen ugye tudjuk, hogy a Nem vagyunk huntalanok elég sokat tesz ugye az emberekért. Viszont Ivett, ugye, mint tudjuk, nálad kisgyermek van, szeretném, hogyha a te oldaladat elmondanád, hogy ennél a kezdeményezésnél, az összefogásnál, hogy akkor te mit szeretnél erről mondani, és mit szeretnél ugye megosztani másokkal. Sziasztok! Hát én ugye a jelenlegi gyűjtésnek a pénzügyi részéről tudok nyilatkozni, hogyha így fogalmazhatunk. Eredetileg azt el kell, hogy mondjam, hogy mivel ugye az oldal és Nem vagyunk huntalanok közösséget továbbra is az angliai magyaroknak segít, próbálunk ehhez ragaszkodni, de mindig bejönnek kivételek, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az eset is pont olyan, ahol mindenki szeretne segíteni, mert tényleg nagyon megrázó, ami most éppen a menekültekkel és az országukban történik. Úgyhogy eredetileg azt el kell, hogy mondjam, hogy úgy gondoltuk, hogy mi ebbe úgy tudjuk belerakni a részünket, hogy minél több segítő oldalt és gyűjtést ezzel kapcsolatban megosztunk. Aztán, mivel nem találtunk olyan gyűjtést konkrétan, amit Angliában elindult, és leinformálható volt, hogy biztosan olyan helyre kerül a pénz, ahova kell, így addig-addig vártunk, és Annával itt karoltva promóztunk érte, hogy hát csak kellene valami, mert első körben úgy tudunk segíteni, hogy az ottani alapítványoknak, embereknek, akik éppen mentik a menekülteket, élelmezik, szállást adnak nekik, nekik juttatunk el pénzadományt, hogy ők nyilván ott el tudják ezt osztani, és oda tudják tenni, ahova kell. Mi nyilván innen kintről nem látjuk, hogy pontosan mi is történik a határon. Nagyon szuper, hogy találtunk olyan összeköttetéseket, nem csak alapítványokat, hanem magánembereket is, akik akár fotók formájában tudják tolmácsolni nekünk az eseményeket, így látjuk valójában azt, hogy tényleg szükség van a segítségre. Ezek az emberek tényleg elhagyták a hazájukat, nincs hol lakniuk. Biztosan mindenki ismeri már a segítő oldalt is, ami létrejött nekik. Szállást keresnek, élelmet keresnek, ugye leginkább nők és gyermekek, nagyon sok baba, tehát ugye az én kislányom is csak pár hónapos, és tényleg így elképzelni azt, hogy pár hónapos vagy pár hetes babákkal gyalogolnak kilométereket csak azért, hogy átlépjék a határt, ezt úgy gondolom, hogy egyikünk sem bírta úgy, tehát egyikünk sem bírta elmenni emellett, úgyhogy ugye első körben a Just Giving oldalon kezdtük a gyűjtést. Na most ez fontos tudni, hogy
hogy jelenleg nagyon sok gyűjtés folyik, nem csak a JustGiving oldalon, hanem a GoFundMe-n és hasonló gyűjtő oldalokon is, tehát ezek csak úgy működhetnek, hogy az oldal leinformálja azt, hogy valóban oda megy a pénz, ahova szánjuk, tehát ezt igazolni kellett olyan formában, hogy egy visszaigazolást bemutatni az otthoni alapítványtól, aki fogadja majd ezt az összeget, és az alapítvány is otthon igazolni tudja majd nekünk azt, hogy ők pontosan kikre fordították, és mire fordították. Ugye az elsődleges cél az lenne, hogy ők ebből élelmet tudjanak venni, tisztálkodási szereket, babaholmikat, elkezdve itt a babakajától, pelenkától. Na most én beállítottam az elején egy 1000 fontos célt, amit azt gondoltam, hogy ha ezt elérjük, akkor ez nagyon szuper, hogy az angliai magyarok ennyit hozzá tudnak tenni a dologhoz. Hát körülbelül, nem tudom, emlékeztek-e, körülbelül fél órát volt fent a gyűjtés, mikor már olyan, a fele már megvolt, tehát 500 font felett jártunk már, azt hiszem, fél óra után. Úgyhogy a többiek javasolták, hogy akkor ezt emeljük meg, és merjünk nagyot álmodni, ugye? Anna szavai voltak, hogy merjünk nagyot álmodni. Én mindig inkább ilyen kis lépésekben próbálok haladni. Úgyhogy beállítottunk egy 5000 fontos célt, ami rengeteg, rengeteg pénz. Tehát ebből én úgy gondolom, hogy tényleg olyan segítség, ami egy nagy segítség a menekülteknek ahhoz, hogy megkapják azt, amiből ott most túlélni tudjanak. Nyilván azt, hogy mi lesz velük hosszú távon, meddig kell maradniuk, senki nem tudja. Úgyhogy arra készülünk, hogy legyen tartalék, hosszú távon vagy hosszabb távon is tudjanak miből bevásárolni, nekik szállást adni. Kérlek majd, hogy ezt a linket majd osszátok meg, jó? Tehát majd jó, akkor ne felejtsük el a beszélgetés annyit alatt is. Annyit szeretnék ugye, csak még ehhez hozzátenni igazából, hogy tényleg ilyen, megint egy olyan dolog, ami ilyen hihetetlen, hogy megint ennyi ember mögé állt ennek a gyűjtésnek, úgyhogy szerintem a többiek nevében is, meg az egész, tehát mindenki nevében köszönjük mindenkinek. Akkor ez ugye az egyik kezdeményezési része, akkor ugye meg fogjuk osztani ezt a linket. Én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon jó dolog, hogy ilyen összefogás indult ismételten. Én meg azt tudom tényleg mondani, hogy ezt nektek is nagyon megköszönjük, hogy egyáltalán ugye foglalkoztok ezzel, mögé álltok, és ugye próbáltok segíteni, mert ugye ezt azért kontrollálni is nagyon nehéz. József, akkor te mesélnél-e arról, hogy a te részed mi ebbe? Azt tudom, hogy ugye azért elég sokat ugye dolgoztok ezen együtt, de hogy nálad ez hogy néz ki, tehát hogy mely része esik legfőképpen rád? Hát sziasztok, ez most egy elég érdekes dolog lett, mert én éppen hazajöttem Magyarországra, úgyhogy innen szervezek visszafelé, meg közben még Magyarországon is próbálok egy kicsit szervezkedni. Az én részem, azt hiszem itt inkább a logisztikai része a történetnek, ugye az Ivett az anyagi részét, az Anna inkább a gyűjtés részével foglalkozik, enyém meg lett így a logisztikai része valamilyen szinten. Nagyon-nagyon sok, vagyis inkább úgy mondom, hogy most már jó sok helyről jelentkeztek, hogy szívesen csatlakoznának úgy, hogy gyűjtik össze egy-egy helyre, egy-egy gyűjtőpontra a felajánlott dolgokat, amiről majd az Anna fog beszélni. Ilyen például Northampton, ahova több kötődésünk is van, ugye annál keresztül egyértelműen, és a kulturális központnak a vezetője Perecsi Katalin, aki nagyon sokat tesz hozzá ez a dologhoz, nagyon sok helyen kapcsolatuk révén alakította ki gyűjtőpontokat Northampton és környékén, aztán tudom azt mondani, hogy ehhez most már társult még több város is, gondolom erről is fog beszélni Anna, és akkor most itt próbáljuk összeszervezni azt, hogy lehetőleg ezekre a pontokra eljussanak a szállítmányok, a csomagok, a gyűjtések, és akkor, hogy onnét hogy fog ez eljutni Magyarországra. Jelenleg van, ami konkrét, az egy 3,5 tonnás autónak a fél rakománya, amit megtölthetünk ezen a héten vasárnap. Jól emlékszem? Igen, vasárnap.
ami indul haza Magyarországra, és majd ott megadjuk, hogy hova kell letenni a szállítmányt. A következő, ami már biztosan megvan, az jövő héten vasárnap indul egy 3,5 tonnás van, ott a teljes szállítmány a miénk, a teljes raktér a miénk. A fiatalember felajánlotta, hogy egészen a határig elviszi, és ő ott a kiosztásban is segít ebben a dologban, ami egy nagyon-nagyon nagy felajánlás az ő részéről. És hát természetesen továbbra is várjuk azoknak az embereknek a jelentkezését is, akik szívesen betársulnának a szállításba, de közben elindítottam egy vonalat, kicsit visszanyúlva a 2 évvel ezelőtti eseményekre, a karácsonyi eseményekre, ahol mi nagyon sokat segítettünk a kamionosoknak. Nem ezért tettük, de most jól jönnek ezek a kapcsolatok, és igyekszem megkeresni a Waberers-t. Azt az ígéretet kaptam, hogy ma délelőtt megkapom a kontaktszemét, mert aki régen ott volt a kontaktunk, ő közben munkahelyet váltott, de tőle meg fogom kapni a kontaktszemét, akivel tudok erről tárgyalni, hogy esetleg hazafele üresen induló kamion esetleg meg lehetne pakolni. Ők mindenképpen tudnak segíteni abban is, hogy humanitárius szállítmányként nem lesz probléma a beléptetés az EU-ba. De közben ma hajnalban megkaptam egy nagyon kedves Angliában élő kamionos hölgytől egy felajánlást, hogy ő teljesen ingyen és bérmentve, tehát munkabér nélkül hazaszállítja Magyarországra az összes felajánlást egy kamionnal, amihez ő azt ígérte, hogy tud segíteni abban, hogy ő szerez kamiont a kint élő magyar vállalkozóktól, akiknek ott kint Angliában vannak kamionjaik. Ő úgy gondolja, hogy ez megoldható lesz. Úgyhogy ebben nagyon bízom, de hát gondolom a pihenőjét tölti, és azért még nem tudtam vele személyesen beszélni, csak az üzenetét olvastam, amit hajnalban küldött. Várom a bejelentkezését. Úgyhogy nagyjából így a szállítmányozás az ennyi, és továbbra is várjuk, ahogy az előbb is mondtam, azoknak a személyeknek a jelentkezését, akik akár csak abban is tudnak nekünk segíteni, hogy egy-egy fő gyűjtőpontra elszállítsák azokat a termékeket, azokat a dolgokat, amiket az emberek felajánlanak. Mert nekünk már az is nagy segítség lenne, hogyha nem össze-vissza kellene mászkálnunk, hanem egy-egy helyről el tudna indulni egy-egy van, ami aztán Magyarország felé megy, vagy mondjuk, ha sikerül ezt a kamion dolgot megszerveznünk, akkor mondjuk az autópálya mentén meg tudjuk oldani azt, hogy megrakodjon a kamion több ponton, amíg leér Doverig, és nem kell a kamionnak kacskaringozni jobbra-balra. Hát így most így hirtelen ez a része, amit még talán így el szeretnék mondani Magyarországról, hogy én megkerestem ezt a nagy Facebook oldalt, akik hasonlóan, mint mi 2 éve nekiálltak ennek a segítségnyújtásnak, és minden tiszteletem az övék, mert a miénk sem volt egyszerű, teljesen más jellegű volt az a kamionos történet. De egy nagyon-nagyon nagy feladat volt, nagyon-nagyon sok ember dolgozott benne, és hatalmas volt az összefogás. Hát itt meg, amit látok most, komolyan mondom, hogy teljesen elérzékenyültem, hát itt szinte egy-két napon belül közel 100 000 ember az, aki becsatlakozott és igyekszik segíteni akárhogyan is szállítással, szállással az embereken. Nap mint nap látom a hírekben mindenhol, hogy micsoda komolyak a problémák. Hát remélem, hogy ha egy kicsi morzsával is, de tudunk ezen segíteni, és tényleg én is csak ahhoz tudok csatlakozni, amit az Ivett mondott, hogy nagyon büszke vagyok ismét a kint élő magyar emberekre, mert hatalmas az összefogás ismét, és csak azt tudom kérni még, hogy azok az emberek, akik elindítanak gyűjtéseket, és problémájuk van a szállítással, mert most már ilyenekkel is találkoztunk, azok nyugodtan keressenek meg bennünket, vagy ha ismertek ilyeneket, biztossátok őket, hogy keressenek meg bennünket, és próbáljunk meg együttműködni. Szerintem talán mindegyikünknek könnyebb lesz akkor, nekünk is, és nekik is. Így elsőre ennyi, és azt gondolom, hogy talán most az Anna, amit elmesél, az még talán még fontosabb most hirtelen. Még mielőtt Anna átadnám a szót, ne haragudj, több hozzászólás jött, viszont egyet kiemelnék, hogy ki tudjátok írni a gyűjtőpontok listáját az oldalatokra?
Tehát, hogy erre lesz lehetőség. Rendben, és még mielőtt, bocsánat, annyit Józsi, magánszemélyként ugye említetted, hogy Magyarországon vagy. Hogy látod a magyar embereket? Hogy kommunikálják ezt a dolgot? Mennyire dolgozzák föl? Mennyire feszültek? Mennyire van pánik hangulat akár ugye a magyarok körében? Érzékelsz ebből te valamit? Hát akikkel én beszélek, ugye én eléggé a nyugati ország részben vagyok, tehát nem azon a részen, ahol itt az események történnek, de hát természetesen az embereknek itt is van véleményük, itt is vannak félelmeik, azért eléggé megrettentek akkor, amikor Putyin bejelentette, hogy élesítette az atomfegyvereit, de hát itt igyekeznek a politikai és katonai elemzők megnyugtatni mindenkit, hogy ettől talán nem kell tartani. Viszont azt már lehet érzékelni, hogy az egész ország területére szállítják a menekülteket, akiknek egy részük maradni akar Magyarországon, egy részük tovább utazik Lengyelországba, Csehországba, Ausztria, Németország felé, mindenhol fogadják őket. Amit el tudok mondani ezzel kapcsolatban még információként, hogy a Magyar Államvasutak ingyenes utazást biztosít a menekülteknek, és ahogy a tegnapi kommentekből olvastam, ugyanez érvényes Ausztriára, Németországra, tehát szinte egész Európában ingyen utazhatnak, mehetnek mindenhol. Budapesten nagy pontok vannak, ahol élelmiszerrel, innivalóval, ruházattal látják el őket, és ugyanez van az ország más részein is, bárhol fogadják őket, ott mindenhol meleg étellel, élelmiszerrel, szállással, még azokat is, akik csak egy-két napot töltenek itt, de vannak, akik hosszú távon fognak maradni, családtagoknál, barátoknál, ismerősöknél, de akár idegen emberek is felajánlják a fél lakásukat, hogy nyugodtan költözzenek oda, és próbálják meg kiúszni. Ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, így infóként, hogyha valaki olyan nézi esetleg ezt a videót, hogy most már ide is jöhetnek menekültek, abban az esetben, hogyha itt valaki settled, és a rokona kerül éppen bajba Ukrajnába. Szóval, hogyha van köztünk ilyen, mert nyilván ugye nagyon sok kárpátaljai magyar is közte van, tehát előfordulhat, hogy valaki ilyen gondokkal küzd, akkor az is írjon nyugodtan, és akkor utána nézünk, keressük, hogy ez hogy valósulhat meg, és milyen státuszt tud itt kapni, ugye gondolom ez menekült státusz, illetve milyen ellátást. Ezt én nagyon fontosnak tartom, bocsánat, Józsi, csak én annyit szeretnék hozzátenni, ugye, hogy nem vagyunk huntalanok, ugye eredetileg az Angliában élő magyarok, tehát ez egy nagyon jó kezdeményezés, ugye, hogy akkor most Magyarország felé, hogy tudtok ugye segíteni úgymondván ebben a helyzetben. Én azt látom, és ezt nagyon köszönöm, Ivett, hogy említetted, hogyha ugye Angliában valaki ilyen státusszal rendelkezik, ugye akkor rokonát, ugye családtagját, ugye úgymondván akkor be tudja fogadni, és akkor ugye Anglia is nyitott erre, ez szerintem egy nagyon fontos információ. Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy köszönöm, Józsi, hogy elmondtad, hogy te hogy látod ugye Magyarországon. Nekem is van ugye egy saját tapasztalatom, és ezt azért nem szeretném kihagyni, tehát érzékelhető a pánik hangulat. Tehát, hogy ugye nekem más országokban vannak érdekeltségeim, és látom azt a magyarok körében, hogy azért tényleg azt gondolják, hogy most itt van az ideje megnézni, hogy más országban milyen lehetőségeik vannak. És most meggondolkodnak tényleg azok az emberek is, hogy elhagyják esetleg Magyarországot, akik ugye eddig meg se fordult a fejükben. Tehát, hogy nagyon nagy a pánik hangulat, én azt látom, hogy nagyon sokan ugye, akár a magyar állampolgárok közül is ugye gondolkodnak, hogy más országba menjenek, akár messzebb, akár egy másik kontinensre, akár hogy ezt meg tudják oldani. Én azt gondolom, hogy kapkodni nem kell, tehát ez az én véleményem, tehát körbe kell járni ugye a lehetőségeket, és azt gondolom, hogy az országok ugyanúgy, ahogy Anglia ugye meg fogja hozni ezeket a könnyítéseket, hogy akkor ugye akár megfelelő státusszal van valaki Angliában, akkor ugye tudjon segíteni. Tehát, hogy én mindenképpen azt mondom, hogy nem lehet tudni, figyelni kell ugye az eseményeket, de tényleg azért érdemes megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak, és azért mondom, hogy akkor ti is ugye próbáljátok folyamatosan, hogy az Angliában élőknek milyen lehetősége van, hogyha ugye tud segíteni. Én azt gondolom, hogy maga az, amit ti csináltok, a pénzbeli gyűjtés, amit ugye Józsi elmondott, és ugye mindjárt annak akkor tényleg át fogom adni a szót, szerintem ez egy nagyon jó dolog, de meglátjuk, hogy mi lesz, és lépésről lépésre. Úgyhogy akkor Anna, átadnám a szót neked. Egy pillanat még visszacsatolnék, és már is Annál a szó. Csak annyi, hogy ez az ukrajnai menekülteknek a segítő Facebook oldala, ami elindult, és most már több mint 100 000-en vannak rajta, ők jellemzően nem tudják fogadni, tehát én felvettem velük a kapcsolatot, ők jellemzően nem tudják fogadni a segítségeket,
mármint a tárgyi és anyagi segítségeket, hanem ők alapítványokhoz küldik el azokat, tehát oda csatlakoztatják azokat, akik akár Magyarországról, akár külföldről, más országokból juttatnak oda segélyszállítmányokat. Csak ennyit szerettem volna, hogy ez tiszta legyen mindenkinek, hogy mi nem nekik visszük oda, mert ők nem ezzel foglalkoznak. Ők szállásolással, utaztatással foglalkoznak jellemzően, meg a helyi dolgokat koordinálják. És akkor innét Annál jön szó. Anna, te hogy veszed ki a részedet akkor ebből? Én egy picit úgy mindenben is próbálok megint csak részt venni, mint általánosságban. Legfőképpen jelenleg az itteni gyűjtésekkel foglalkozom, tehát próbálok minél több angliai gyűjtőpontot megkeresni, ezeket összekötni egymással, a logisztikai részt megszervezni. Igazából bárki, ha bármit fel tud ajánlani, legyen szó egy sarokról a nappaliban, egy kis szobáról, egy garázsról, bármennyi hely, nagyon-nagyon szívesen vennénk a felajánlást. Próbálunk mindent úgy szervezni, hogy ahová beérkeznek ezek az adományok, ezek ne töltsenek ott ugye azért heteket, hónapokat. Tehát senki ne azt gondolja, hogy most itt a lakást elárasztanák a dobozok, és ez így lenne. Mindenhonnan a lehetőségeinkhez képest nagyon-nagyon gyorsan próbáljuk majd ezeket az adományokat begyűjteni, és ugye eljuttatni őket a megfelelő helyekre. Jelen pillanatban már azért vannak gyűjtőpontjaink, ugye Velszet valamennyire már lefettük, Oxford, Anglia déli része, itt Northamptonban rengeteg felajánlás érkezett szerencsére, tehát különböző pontokban, de szeretném hangsúlyozni, hogy még mindig szükségünk van arra, hogy emberek jelentkezzenek és felajánljanak ilyen helyeket, és ugyanígy nagyon-nagyon nagy szükség van a különböző tárgyi felajánlásokra. Erről egyébként most nem is sorolnám fel, mert van erről egy külön listánk fenn az oldalon, ott meg tudjátok nézni, hogy mi az, amit várunk. Viszont én arra kérnék mindenkit a felajánlásokkal is, hogy bármit felajánl, azt kérjük, hogy olyan állapotú legyen, amit ő is szívesen fogadna hasonló esetben. Szeretném, hogy azt is átgondolják az emberek, hogy ha a között kell választanod, hogy elmenj a boltba és vegyél 5 darab babkonzervet, és azt ajánlanád fel, akkor azt a pénzt, azt inkább tedd be az adománygyűjtő oldalunkba jelenleg, ugyanis próbálunk arra is odafigyelni, hogy ne az legyen a helyzet, hogy olyan dolgokat utaztatunk át fél Európán, amit adott esetben ott helyben a pénzből meg tudnának venni. Szeretném azt is elmondani, hogy tényleg senki ne gondolja úgy, hogy itt bármilyen összeg túl pici lenne, 10 penny és óriási különbség, ugye sok kicsi sokra megy, tehát én most azt mondom, hogy azért elsősorban az anyagi támogatás talán az, amit a leggyorsabban és a leghatékonyabban tudunk ilyen szempontból mozgósítani, hiszen ugyanazt pillanatok alatt el tudjuk utalni oda, ahová kell, és órákon belül adott esetben ebből a pénzből bemennek, és megveszik azokat a dolgokat, amikre ezeknek az embereknek valóban szükségük van, de mindemellett nagyon-nagyon fontos az, hogy meglegyenek a tárgyi dolgok is, tehát bármilyen felajánlást ugyanakkor nagyon-nagyon szívesen veszünk, és ezeket is próbáljuk eljuttatni a megfelelő helyre. Van még esetleg valami, amit hozzátennétek, akár Ivett, akár Anna, akár Józsi, amit fontosnak találtok? Ugye mindenki elmondta a saját oldalát, és ugye szerintem ezt így nagyon szépen ugye Anna itt elmondtad, hogy akkor tehát olyat ajánljanak föl, amit ugye maguk is szívesen fogadnának. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, de esetleg van-e még valami, amit fontosnak találtok? Hát én talán annyit mondanék ehhez, hogy még a lányoknak mondjuk nem mondtam még, de megint egy fogós lesz, hogy igazából mi terveztünk egy családi napot erre az évre, várhatóan májusra, egy nagyobbat, aztán abból úgy döntöttünk, lesz belőle egy kisebb, ami talán garantáltabb. Én viszont most azt gondolom, hogy, és ezt mondom, ezt még nem beszéltem meg a lányokkal sem, hogy fogalmunk sincs, hogy ez az egész meddig húzódik el. Fogalmunk sincs, hogy most az a lelkesedés, ami elindult ismét Angliában a magyarok emberek között, hogy segíteni szeretnének, ez meddig fog kitartani, és nekünk ebben mennyi időt és mennyi munkát kell beletenni. Azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy most egy jó időzítés, hogy mi egy családi napot tervezünk erre a tavaszra. Lehet, hogy ezt nekünk el kell engednünk, és ebbe kell a sok munkát belefetszölnünk, ami amúgy oda ment volna szervezésben és egyéb dolgokban. Amit még szeretnék elmondani, hogy
hogy nem terveztük mi úgy gondolom azt, hogy mi tárgyi segítségnyújtásban gondolkodjunk. Mi ezt az anyagi gyűjtést gondoltuk, és pontosan azok miatt, az okok miatt, amiket az előbb Anna elmondott, hogy sokkal gyorsabban mozgósítható, sokkal egyszerűbben eljutatható időben is mindenféle téren. Viszont megkerestek bennünket emberek, akik nekiálltak gyűjteni, és azt gondolom, hogy mind a hárman azt gondoltuk, hogy ezt a dolgot így nem szabad akkor elengedni, hanem segítenünk kell, és még hozzá kell tenni a saját szervezésünket, saját munkánkat is. Amit én úgy gondolok még, hogy azt kérek, arra kérek mindenkit, aki nézi ezt a kis videót is, meg olvassa az oldalunkat is, hogy osszák meg mindenhol, hogy van lehetőség gyűjteni, van lehetőség anyagi támogatásra, hogy minél több helyre eljusson, mert tényleg azt látjuk, hogy vannak szerveződések, de összegyűjtik a csomagokat, de nem tudják, hogy szállítsák el, és akkor utána meg ez problémát okoz nekik. Mi meg remélem, hogy abba a pozitív csapdába esünk bele, hogyha ha ezt a kamiont sikerül megszerveznünk, hogy azt azért jó lenne megtölteni minél jobban, és szerintem mindenkinek egyszerűbb lenne az, hogyha közösen összefogva is, és nem az számít, hogy ez kinek a neve alatt fut, vagy ki, akinek ez nagyon fontos, mi nagyon szívesen kitesszük a nevét bárhova, bárhol megjelentetjük, nyilvánosságot biztosítunk bárkinek. Tehát ez ismét nem arról szól, hogy mi magunkat népszerűsítsük, mi ezt nem ezért csináljuk, hanem azért, hogy tényleg a segítség oda jusson meg olyan gyorsan, meg olyan mennyiségben, amit a magyar emberek meg tudnak oldani innét Angliából. Én nagyon szépen köszönöm. Mondja Livet. Még annyit hozzátehetnék, hogy én biztos vagyok benne, hogy a videó után kapunk rengeteg, tehát ez így szokott lenni, rengeteg segítőkész ember van, és be fog jönni rengeteg üzenet, hogy ők tudnak gyűjteni, van olyan, amit fel tudnak ajánlani. Én csak annyit kérnék mindenkitől, ha most hirtelenjében elkezd összepakolni és bedobozolni, akkor az legyen az első, hogy légy szíves, címkézze föl, írja föl a dobozra, egy papírra ragassza rá, hogy mit tartalmaz a doboz. Ez nem csak azért fontos, hogy a vámon egyből ott legyen, hanem hogy akkor mi is tudjuk, hogy mit tartalmaz, merre, hova küldeni, hogy szortírozni. Tehát ez mindenképp legyen rajta, mert ha még utána válogatni is kell azoknak, akik a gyűjtőpontokon vannak, az rettentő időigényes, úgyhogy ez tényleg, aki bepakolja, annak 2 perc, legyen rajta, hogy mit tartalmaz, és akkor annyival is megkönnyíti ezt az egészet. Én annyit mondanék majd, hogy ehhez a pakolás és dologhoz ki fogunk rakni az oldalra majd egy forma nyomtatványt, ami ebben nektek segítség lesz. Tehát egy olyan hivatalos nyomtatványt, ami minden le lesz számotokra írva. Angolul és magyarul kell feltöltetni a doboz tartalmát. Valamennyire azért pontosan kell ezeket leírni, de nem kell olyan szinten belemenni, hogy nem is tudom, 8 perc. Rárakni a mérlegre, tehát Igen, tehát azért persze le kell írni, hogy mi van a dobozban, de azért nem kell a végletekig darabszámra természetesen. Bárkinek bármilyen segítség kell majd ezzel kapcsolatban, én azt kérném, hogy elsősorban engem keressetek meg ezzel, mert én fogom vinni valószínű a logisztikai és az egyéb részét ennek. Ivett ugye a pénzügyi támogatásokat fogja itt csinálni. És tényleg, ahogy Józsi is mondta, bárkinek, bármiben itt vagyunk, segítsünk, együtt vagyunk ebben, és azt gondolom, hogy a cél az mindenkinek ugyanaz, hogy a megfelelő emberekhez jusson el a segítség, teljesen mindegy, hogy milyen név alatt, csak segítség legyen, és oda találjon, ahová kell. Hát én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy nagyon sok információt adtatok. Ismételten csak annyit hozzátennék, hogy szeretném megköszönni mindenkinek a nevében. Ugye Józsi, amikor csináltuk a kamionos videót, az is egy óriási nagy segítség volt, és akkor még sorolhatnánk, ugye, hogy a koronavírus miatt ugye kialakult ez az egész oldal, vagy ez volt ugye az alapkoncepció, és hogy még mindig itt vagytok, segítetek, és látom, hogy a hölgyek is ugye szívvel, lélekkel tényleg minden idejüket beletéve, akár ugye Józsi, te is, minden idődet, amit csak lehet. Úgyhogy én ezt mindenki nevében nagyon szeretném megköszönni, és tényleg csak arra bíztatok mindenkit, hogyha segítség kell, akkor a Nem vagyunk huntalanokat keressétek, segítsetek, és tényleg ami a legfontosabb, hogy összefogással a legegyszerűbb.
tehát sokkal egyszerűbb, mint hogyha külön-külön próbáltok valamit eljuttatni például Magyarországra, tehát fogjunk össze, akár ugye úgy nézve, hogy az angliai magyarok, tehát magyarok vagyunk, fogjunk össze, és én nagyon-nagyon szeretném még egyszer megköszönni azt, hogy itt vagytok, és segítetek ugye itt Angliában, főleg ugye elsősorban az angliai magyaroknak, de amit látjuk, ugye azért elég komoly összefogásokban is részt vesztek. Nagyon szépen köszöntöm a beszélgetést, és akkor kérnélek majd titeket, hogy minden linket, amit ugye a hozzászólásokba kérnek, meg mindent, amit lehet, akkor kérlek, ugye osszatok meg minél többször, hogy akkor minél több mindenkihez ugye elérjen. Nagyon szépen köszöntöm akkor mindenkinek a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.